Integrált közösségi és szolgáltató térként szolgálja tovább a kozárdiakat és a környékbelieket az egykori általános iskola és kápolna épülete. 1930-ban a település lakói emelték, hogy generációk tanulhassanak itt, vagy keresztelhessék meg gyermekeiket. Iskolapadok helyett azonban többek között modern számítógépek, könyvtár, valamint kiállításokra és közösségi programokra is alkalmas multifunkciós tér várja a látogatókat augusztus 4-től. A több mint 50 millió forintos beruházáshoz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nyújtott vissza nem térítendő támogatást. Az épületet Busi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár adta át, aki gratulált a kozárdiaknak a megvalósult fejlesztéshez. Mind-mind kicsiny település azt akarja, úgy gondolja, hogy neki van jövője, és nagyon jól gondolja. Mert a vidéknek, itt az elmondottak alapján is, a vidék fejlesztésének óriási felelőssége van, hiszen vidék nélkül nincs országunk. Ha erős a vidékünk, akkor erős az országunk. És hogyha ezt végig gondoljuk, és amikor én a Kozárdi honlapon megláttam ezt a négy szót, hogy Kozár 1000 év, küzdelem, hagyomány, megújulás és remény. Azt hiszem, hogy ebben a négy szóban, és abban, hogy ebben az 1000 évben végig ezt kísérte, de mondhatnám azt nem csak Kozárdot, szinte kivétel nélkül a magyar vidék összes települését, és főleg a kis településeit, azt hiszem, hogy meg is érdemlik, hogy a kormányzat megfelelően odafigyeljen. A vidékfejlesztési minisztérium, és nekünk, mint vidékfejlesztési államtitkárságon dolgozóknak kiemelt feladatunk az, hogy a vidék fejlődjön. Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke is méltatta a kozárdiak eredményeit, melyekre méltán lehet büszke egész Nógrád megye. A beruházás a Katolikus Egyház egyetértő támogatásával valósult meg, az elkészült épületet pedig dr. Beer Miklós váci püspök szentelte fel az átadó ünnepség alkalmával. Az IKSZT átadással azonban nem áll meg az élet Kozárdon. A beruházás csak egy állomással 2002-ben elindult településfejlesztési koncepció sok lépcsőjének, amelynek keretében szennyvíztisztító rendszer, erdei kápolna és tanösvény is épült. Mint az dr. Hajasné Banos Márta, Kozárd polgármester elmondta, mintegy 70 vendégágy várja a turistákat a falusi turizmus keretében szállásnyújtóknak köszönhetően. Tervek szerint hamarosan egy tetőtérbe építési fejlesztéssel az IKSZT is szállást adhat az ide látogatóknak, az épület kertjében pedig látványtavat szeretnének kialakítani az IKSZT működésért felelős munkatársak. A kisközség tehát tovább fejlődik, saját példájával bizonyítva, hogy a vidék is képes megújulni.